A bor mellett a pálinka is egyre nagyobb teret hódít az Érmelléken. Nagybotont sportfavágó bajnok hobbiból vállalkozást épített. Az általa készített pálatokat nem csak a hazai, a külföldi versenyeken is díjazzák. A pálinka készítésnek mindig nagy hagyománya volt az Érmelléken. Ezt a több évszázados hagyományt igyekszik megőrizni és a modern technológiával ötvözni a román és Európa bajnok sportfavágóként is ismert Nagybotond. A versenysporttal szinte egy időben kezdte az ismerkedést a pálinka készítés tudományával, tanulmányozta az erjedési, lepárlási és gyümölcsfeldolgozási technológiákat, hogy ezáltal olyan prémium minőségi pálinkákat készíthessen, melyek nem csak a hazai, hanem az európai nagyversenyeken is megállják a helyüket. Néhány héttel ezelőtt megalkotta saját márkáját is, mely szülővárosának az 1200-as években használt neve után Zekulhida lett. Királylány a szőlőpálinkánk, az a szőlőpálinka, ami a zászlós pálinkánk lesz, ennek a fődének lesz a szóvivője, vagy a hírvivője, inkább így mondva. Annak is betudhatóan, hogy királylányka itt az egész hegyen, az egy népszerű, meg az egész Érmelléken egy népszerű szőlőfajta. Ebből kifolyólag csináltunk egy párlatot, ami annyira megtetszett a bíráknak, hogy kategória győztesként jöttünk haza az egyik legnagyobb közép-kelet-európai pálinka versenyről, Hungáról. Az Zekulhida prémium név alatt az alapgyümölcsök, a szilva, kajszi, alma, körte mellett olyan különlegességek is megtalálhatók, mint a birs, málna, fekete ribizli pálinkák, de sör és zeller párlat is készül a székelyhídi pálinka főzdében.